fiamnak volt egy mondása, amikor ugye kezdett kamaszodni, és hát a Mikulás, meg a Jézuska, meg a... Azt mondta, hogy tudom, hogy a Mikulás az te vagy, meg az apu, de a Jézuskában még nem vagyok biztos. És mondtam neki, hogy kisfiam, abban sose leszel biztos. És ezzel mind így vagyunk. Ez mind így vagyunk. Azt hiszem, mind így vagyunk. Igen. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Mai vendégem Molnár Piroska, Kossuth és Jászai díjas színésznő, a Nemzet színésze. Bemutatóinak száma meghaladja a 230-at. Volt a Kaposvári, a Katona József Színház és a Nemzeti Színház tagja. Csak az utóbbi években olyan népszerű sorozatoknak volt a főszereplője, mint a Keresztanyú vagy a Munkaügyek. Jelenleg a Tália Színház tagja. Ő következik. Molnár Piroskának átadtam egy papírt, ezen 20 reményeim szerint nagyon talányos fogalom van. Valamennyi az ő életének egy epizódjára, szereplőjére, korábbi mondatára vagy egy aspektusára utal, és ezek közül választja majd ki Molnár Piroska, hogy miről beszélgessünk. De mielőtt átadnám neki a lehetőséget, azért a hallgatók és a nézők kedvéért felolvasnám ezt a 20 kifejezést. Zavarkeltés, kinek van igaza? Egy nyári változás, tracsparti, fejezze be. Jellemóriás, honnan tudom? Robbanok, handicap, adok a szavára, egy hajszálon múlott, nevetni kell. Súlyos sorok, az idősebb jogán, staféta, ikertornyok, káros dicséret, nálam jobban, majd én, függök tőle. Ez nagyon-nagyon érdekes, nem is tudom, hogy melyiket válasszam először, mert most így hirtelen legyen ez az idősebb jogán. Idősebb jogán. Én úgy tudom, hogy különösen mióta a Nemzet színésze lett, ön nagyon szívesen segít fiatalokon, fiatal színészeken, alapítványt is hozott létre. Mióta lehetőségem van rá, igen. Az idő előre haladtával mind nagyobb szíve lesz az embernek? Nem tudom. Inkább a lehetőségei nagyobbak, és abból úgy érzi, vagy kötelességének érzi, hogy átadjon olyanoknak, akiknek ez hát nem jut úgy. És miután én nem úgy élek, hogy nem tudom, úszom a Dencés házra, meg 50 gyémánt fülbevalóra vágyom, hanem, vagy ahogy a Kosztolányi mondja, nem akarok egy vendéglőt, vagy cukrászdát vendéglőt megenni, csak az élet örök kincsébe hinni. Hát így úgy gondolom, hogy ez a juttatás, ami ugye a Nemzet színésze címmel jár anyagilag, hogy ebből én segítséget nyújtsak azoknak a fiataloknak, akikről úgy érzem, hogy segítségre szorulnak. Mi a szelekciós szempont? Ez elsősorban? Tehát az anyagilag rászoruló színészeket szúrja ki, vagy a tehetségeseket inkább? Legyen tehetséges is. Uh-huh. Természetesen legyen tehetséges. Az első, de hát azért megnézem, hogy mégis kenyérre kellene neki. Ha nem, akkor azért úgy gondolja, hogy majd helytáll saját jogon. Ilyen... Akkor először próbálja meg, és akkor majd, ha nem megy, akkor majd alá libbentünk. De az ő szerint mi múlik, mert az szerintem nem tipikus. Szóval ismerek, meg szerintem ön aztán pláne, olyan idősebb színésznőt, aki nem azt mondom, hogy elgonoszodik, de azért a fiatalok irányában nem ennyire nyitott, és nem ennyire támogató. Hát sose lehet tudni, hogy ott mi van a háttérben. Valami mindig van? Milyen volt? Valami mindig van a háttérben, amit nem tudunk kikutatni, valami a múltjába, a fiatalságába, az ő fiatalsága alatt megesett dolgokba, amitől esetleg nem tud szabadulni. Én megbocsátó vagyok ez ügyben, mert mindig ezt veszem számításba, hogy vajon mi volt az életébe, amitől görcsös arszpoétikák, mondja Benjamin László költőnk, nem engedtek, az egy görcsös arszpoétikák visszatartott. Szóval, hogy van benne valami görcsös arszpoétika, amitől úgy gondolja, hogy ő nem. Ön egyébként találkozott fiatal vagy középkorú színésznőként ilyen elgonoszodott idősebb színésznővel? Hál' Istennek nem. Épp
Mai, mostanában jutott eszembe, hogy még talán az első filmjeim egyikét, egy picike epizód szerepet forgattam talán Keleti Mártonnál, és olyan szerencsém volt, hogy egy autóba hoztak a forgatás után haza Tolnai Klárival és Dajka Margittal. Hát ez ember levegőt nem mert venni, nem, hogy esetleg beszélgetni velük, vagy valami, de ők beszélgettek, és nem is, szóval nem úgy, mintha ott se lettem volna, de nem is zavarta őket a jelenlétem. És mondja a Tolnai Klári, hogy hát így öregségemre, jó helyen voltunk itt megint valahol, itt kéne venni egy van kis nyaralót, és akkor most jól összespórolok rá, és az Dajka Margit elkezdett nevetni, azt mondja, Klári, mi egész üzletasszonyjá növöd ki magad itt ekkorra. És ez úgy megmaradt bennem, persze aztán ők is nevettek mind a ketten, hiszen egyiknek sem volt nyaralója. De Nem találkoztam. Ez legenda ön szerint, mert ez a képél azért, nem mondom, hogy minden színész, nyilvánvalóan, de hogy úgy, ahogy kevesebb nem a szerep. Nem szívesen mondanám ki a nevét, mert azért nem velem volt gonosz, de úgy volt gonosz, hogy nekem szitta a másikat. De neki a természetében volt valamilyen arzénes parasztasszony. Hát lehet, hogy ennyi évvel a halála után már lehet Horváth Terike. Uh-huh. Filmeztünk együtt, és egy civil főszereplő kislány volt a film főszereplője. Na most hát ez már őt teljesen tacsra tette, hogy egy civil csajt. Egy simán úgy hívta, hogy a szuka. Igen. Hát még akkor főiskolás voltam, és teljesen meg voltam rémülve. Engem valami miatt kedvelt, tehát, hogy én is parasztlány voltam, ugye ez már egy platformon voltunk, és velem nem, de nem szerettem, hogy hát most mit féltékenykedett egy fiatal civil lányra, hát úgyse játszhatja el azt a szerepet, amit a kislány. De ő benne valahogy, nem tudom másképp megfogalmazni, az az arzénes parasztasszony. Meg is marad egy ilyen felkiáltó jelként egy fiatal színésznőben, hogy na, így nem szeretnék eljárni. Tehát nekem... Hát megmaradt, mert hogy a mai napig ugye emlékszem rá, és már akkor úgy felvetődött bennem, hogy hát én biztos, hogy nem leszek ilyen, mert akkor előbb felakasztom magam. Na, válasszunk akkor egy másik témát. Igen? Jó. Egy hajszálon múlott, ez olyan érdekes. Az egy hajszálon múlott, az egy balesetnek a története, mert hogy én úgy tudom, hogy nagyon, tényleg egy hajszálon múlott, hogy egyszer egy autóbalesetben ön rosszul végezte. Igen. Sőt, kétszer is volt. Kettő? Illetve hát az egyik az csak egy szerencsétlen hatalmas szarvas volt, akit a Kispolszkival volt szerencsém elütni, mert elém ugrott az M7-esen, éjjel mentem vissza, pesti előadás után, a Hippolyta lakály után mentem vissza éjjel Kaposvárra, és valami megzavarhatta, és így beugrott az autópályára, és így rávetette magát a Kispolszki elejére. Szerencsére abban ugye hátul van a motor, és csak a csomagtartó tört be, de én meg se kottyantam neki, utána ő fölkelt, és ott tovább ugrált, csak nekem betört. Az üveg betört? Mindenben, igen. De szemüvegem leesett, és akkor először ugye néztem, hogy látok, aztán megkerestem az üvegtörmelék közt a szemüvegem, az is megvolt, föltettem, de hát jó hideg volt, de a motor járt, és akkor hát hova, hát megyek, hát mennem kell Kaposvárra, másnap próbám van, és nem is volt senki az úton, úgyhogy mentem, és amikor odaértem, a színész bejáró előtt akkor még volt egy ilyen nagy vörös tölgy, fa, és az alatt úgy megállta, és kinyílt,
magától így kinyílt az ajtó, és az az icipici kis, a visszapillantó tükör is ugye le volt esve, és az a pici lámpa ott meggyulladt, az éppen maradt valahogy, és abban a pillanatban lépett ki a színészbejáron Gazdag Gyula, aki ott ved, a filmrendező, aki ott vendégrendezett, és már ment volna haza, és láttam, hogy rémülten visszafordul. És utána mesélték a többiek, hogy a Gazdag Gyuszi, aki soha nem ivott alkoholt, lement a büfébe, oda ment a pulthoz, és kért egy viszkit, és elindult vele kifelé, és az egész társulat ment utána, és akkor én nekem próbálta átnyújtani. Mondom, és már hívtunk mentőt. Mondom, te bolond, hát ha én ezt most megiszom, a mentős, mit gondolnak, igen, hogy én, hát ez nem lehet. Jaj, hogy erre nem gondolt. Na, de hát nem volt semmi baj. Azért elvitettem magam a mentővel, de pici üvegszilánkok voltak az arc. Comba. És azok azért megvágták az arcát. De ezen... azt mondta, hogy egy fiatal, nagyon helyes orvos volt, azt mondta, hogy nyugodjon meg művésznél, az arc gyógyul a leggyorsabban. Mondtam, hogy másnap előadásom lesz. Erre már lehet festeni. Azt mondja, de volt itt máma már a helyei úr is. Mondtam, úristen, mit csinálta? Hát a helyei kitalálta, hogy húsvétra sonkát köveszt, ugye úgy mondják Somogyban, hogy köveszt, abál, vagy igen, szóval legyen pálcba beteszi, és akkor úgy gondolta, hogy na most már ideje megvágni a sonkát, és elment, és a nagykést megélesíteni, és azon módon a sonkában, hogy belevágott, levágta vele az ujja felét, és azt varta neki vissza aznap az az orvos. Színésznapot tartott akkor. Volt itt már a helyei úr is, úgyhogy este elment és hát óriási kötés volt a Laci az én kezén este, de játszott, és ott ült a hentes az első sorban, és fogta a fejét. Hát szóval, na ilyenek, de most kicsit túl beszélek, jaj, hogy de mellé hogy, nem. De hogy említett, hogy volt még egy, tehát két baleset is volt? Kettő is volt, igen. Akkor rohantam föl valami próbafelvételre, és nem én vezettem, csak az én kocsimmal jöttünk, megkértem valakit, hogy vezesse. És fejre álltunk, tehát megpörlült az autó, és hát a kollega szegény, aki vezetett, ugye, én egy darabig úgy ültem a, hát ugye fejen állt, tehát lepottyottunk, és ő meg csak rázott, meg szólt, hogy Piroska, Piroska, no, hagyjál már békén, nincs semmi. Jaj, azt hittem, hogy meghaltam. De már nincs semmi bajom, csak elgondolkoztam rajta, hogy most mégisem mi lett volna, hogyha tényleg. És egy pillanatig csak úgy az jutott eszembe, hogy na jó, hát akkor, szóval még fordult meg a kocsi, így a, vagy pörgött, az alatt tényleg az ment át az agyamon, hogy na most meghalok. De abban a pillanatban, már azt mondtam, hogy az rendben van, és abban a pillanatban, amikor már elkezdtünk visszaesni, mondtam, de nyomorék, nem leszek. Az nem jó, hát akkor inkább halljak meg. Ez mind úgy átfutott az agyamon közbe. Ez alatt a másfél másodban? Ez alatt, amíg megfordult, megpördült a kocsi. És ezt ilyen könnyen ki tudja mondani az ember, hogy hát ha ennyi volt, ennyi volt. Tudom, hogy csak gondolat szintjén. Abban a pillanatban, igen. Azt éreztem, hogy jó, hát nincs mese, hát meghalok. Ez mi múlik ön szerint? Tehát, hogy rendben van az ember, mondjuk kvittek vagyunk, ahogy hát, a könyvének lehet, a címe is erről szól, hogy azt mondta, hogy az elszámolás rendben van. Akkor ennyi volt. Akkor ennyi volt. Hiszen annyi ismerőse, barátja, hozzátartozója meghal az embernek, és akkor most éppen drága osztálytársam Vencel Vera, azóta is sírok egyfolytában, még két hete beszéltem vele, és négyen élünk az osztályból, és az egyik kolléganő, aki már nincs a pályán, Kanadába él, és össze akartam, meg a Koltai Robi, meg a Vera, meg én, így vagyunk, össze akartam vonzni egy ilyen messenger beszélgetést, hogy fölhívjuk a Magdit Kanadába, és akkor, de hát már nem jött össze. Na, szóval annyi mindenki meghal körülöttünk, hogy úgy látszik, hogy amikor egy ilyen
pillanat éri az embert, akkor azt mondja, hogy hát ez a természet rendje. Nem is fél az ember tőle, hogy mi vár rá, hogy lesz, mind lesz? Gyerek, mikor megtudtam gyerekkoromban, hogy igen, én is meghalok. Szóval ugye addig az ember egy darabig azt hiszi, hogy de ő nem. Igen. És édesanyámat kérdeztem, hogy anyuka, de én is meghalok? Mondta, hogy igen, kislányom, te is meghalsz. Akkor az rettenetes érzés volt. Akkor elkezdtem bömbölni meg. Emlékszem, hogy ordítottam, hogy nem tudom, mit csináltam. De aztán úgy látszik, az ember felnőtt korában, hát mégiscsak kibékül valahogy ezzel a dologgal. Bármiben, ami vezérlő elv, rendező elv, megmagyarázhatatlan, valami magasztos, nem is hisz. Nagyon furcsa ez. Semmi ilyen földön túli, vagy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen spirituális dologban nem hiszek. De aztán történnek az emberrel olyan dolgok, amik megzavarják. Ilyen is volt az életemben, pont édesanyámmal kapcsolatban. Főiskolás voltam, és kihívtak a filmgyárba, amit akkor még ugye Lumumba utcának hívták, a Róna utcát. És én azt se tudtam, hogy hol kell leszállni a 7-es buszról, és egy megállóval hamarabb szálltam le. Tehát gondoltam, most már nem ülök vissza semmire, hanem oda gyalogolok, hát az egy megálló az mi. Mert ott kérdezősködtem, és mondták, hogy mi, leszálltam hamarabb. És amikor ott ment a villamos is. És ránéztem a villamosra, amikor ilyen nagy üveg ablakai voltak, és édesanyám ott ült a kedvenc sejem kosztümjébe, és nézett ki az ablakon rám, és mosolygott. És elkezdtem rohanni mindenen keresztül, hogy is ordítottam, hogy anyuka, és akkor majdnem elütött valami, amikor rádöbbentem, hogy hiszen 2 éve halott. Na, esküszöm, hogy ő volt, tehát jó, hát nyilván nem ő volt. De ezt mivel magyarázza az ember? Nem tudom, nem, azóta se tudom megmagyarázni. Pedig biztos sokszor végigjátszol. Nagyon sokszor. Látom, föl tudom idézni a képet magamba, hogy ül és mosolyog, nyugodtan mosolyog rám, és az volt neki egy kedvenc kis sejem, kis kosztümje, hogy abba ott ült, és mosolygott rám. Ő fiatalon halt meg nagyon. Igen, 40-valahány éves volt, igen. Igen. De ott volt vele végig, tehát ön járt éjszakáról éjszakára. Hát, mikor haldoklott, igen, akkor voltam másodéves főiskolás, igen. És hát ment egy éjféli vonat, azzal lementem. Éjfélkor ment le? Éjfélkor én. Hát ugye addig akkor már nekünk próbáink voltak, meg minden nyavaja. Jó, nem, mert a harmadikos voltam, mert már játszottam a Madár Színházba. Akkor éjfélkor indult egy vonat, azzal lementem, onnan még egy busszal kellett a másik faluba átmenni, ahol megállt a vonat. Megcsókoltam, és már jóformán indultam vissza. Vagy a másik dolog, ez is nagyon érdekes volt, akkor a Thália Színházba játszottam, a Kafka Per című darabjában, és Komlós Jucikával. És anyám, mikor otthon voltam, akkor halt meg éjjel, és akkor feladtam a Kazimírnak egy táviratot, mert nekem vissza kellett volna jönnöm előadásra, hogy nagyon kérem, hogy maradjon el az előadás, mert édesanyám meghalt, és nekem intézkednem kell meg. És utána mesélték el nekem, hogy Kazimír azt mondta, hogy szó se lehet róla, előadás nem marad el. És akkor Komlós Jucika fölment hozzá, és azt mondta, hogy Karcsi, akkor miattam marad el a ma esti előadás, mert maga ezzel a gyerekkel ezt nem csinálhatja. Majd Komlós Jucika halála után, anélkül, hogy ezt bárki tudta volna, engem választottak a helyére a Nemzetszínészének. Ő helyette. Igen. És ezt önök nem is beszélték meg? Meg se köszönte soha a Komlós Jucinak? Próbáltam, de elhárította. Most aztán kaptam egy táviratot a Kazimírtól, hogy nyugodjon meg, csinálja a dolgát, aztán majd várjuk vissza.
Hát akkor ilyen példaképek voltak azért ön előtt. Igen. Arról beszéltünk az elején, hogy nem szabad elgonoszkodni. Igen. Hát voltak azért jó példák. Voltak. Komlós Jóci fantasztikus ember volt. Fantasztikus. Ilyet igen. megtenni egy fiatal színésznővel, hogy igen. fölmegyek a teljes életművemmel, és igen. azt mondom, akkor miattam marad el ez az igen. előadás? Igen. Igen. Szóval azért azt mondja, hogy nem hisz ezekben a dolgokban, de az emberben ott van a kétség. Igen, igen. Folytatást igen, illetően igen. is, meg a... Fiamnak volt egy mondása, amikor ugye kezdett kamaszodni, és a, hát a Mikulás, meg a Jézuska, meg a... Azt mondta, hogy a, tudom, hogy a Mikulás az te vagy, meg az apu, de a Jézuskában még nem vagyok biztos. És mondtam neki, hogy kisfiam, abban sose leszel biztos. És ezzel mind így vagyunk. Ez mind így vagyunk. Azt hiszem, mind így vagyunk. Még egyet kérdezett csak a fiával kapcsolatban, egyetlen kérdést, mert az megütött egy fél mondat az egyik interjúban a fülemet, történt, ami történt igen. a fiával, ezt most ne részletezzük, de azt mondta, hogy a mai napig időnként kér tőle segítség. Hogyne. Ha már itt erről beszéltünk igen. valami felsőbb erőkről, igen, az igen. hogy néz ki? Hát akkor az ember például ott ül egy előadás kezdés előtt a színpadon, és mondjuk ő kezdi az előadást, és aznap annyi minden történt, fáradt is, nem tudom, nincs is kedve játszani, nem. És akkor az ember kicsit úgy fölnéz, magába néz, és azt mondja, hogy segíts. És hozzászól tőle, kéri mindig a segítséget? Tőle. És jön a segítség? Jön. Általában jön, igen. Ez szép. Menjünk tovább. Na tessék. Jellemóriás. Ó, hát ez is egy nagyon érdekes téma. Azt mondta egy interjúban, hogy nem lehet nagy művész az az ember, aki nem nagy ember. Ezt én Pálos Györgynek, a csodálatos színész volt Pálos György, egy riportjába olvastam még fiatal lánykoromban. Ő nyilatkozva, szóval ő mondta ebbe a riportba, hogy nagy színész lehet valaki, ha nem nagy ember, vagy nem olyan ember, de művész nem lehet. Művész csak igaz ember lehet. És ez annyira megtetszett nekem, ez bennem maradt, hogy ez valószínűleg így is van. Látott sok ellenpéldát? Tehát kiváló, kolosszálisan nagy színészt, hogy gyenge jellemű. Hogyne. Szóval nem függ össze a kettő. Az egy néző számára kiderül? Valahol ösztönszerűen nem érezzük mi azt? Nem hiszem. Önök kollégaként ezt azért számon tartják? Hát az ember csak tudja a másikról, hogy is van a Goethe regény, a Wilhelm Meister tanuló évei. Ugye abból a Mephistóhoz, a Klaus Mann Mephistójához, abból választotta a mottót a Wilhelm Meister tanuló uh-huh. éveiből, hogy az ember, a színésznek megbocsátom az ember hibáját, az embernek nem bocsátom meg a színész hibáját. Uh-huh. Goethe színigazgató volt. Tudta, hogyha egy színész tehetséges, és akkor ráosztom a Hamletet, legfeljebb nem hívom meg vacsorázni a házamba. De fordítva a legjobb barátomat, és ezért nem osztom rá a Hamletet, ha nem elég tehetséges. A jó emberség alatt, például az ön értékrendje szerint, mit kell érteni? Tehát ki hát a nagy ember? Ez nehéz. Mindenképpen valaki olyasmit, vagy olyan valakire tudok fölnézni, aki nem azt mondom, hogy mindenkit szeret, vagy ne, de először is nem sértődött. Tehát nincsen benne sértődöttség, vagy a visszavágni akarás, vagy nem tudom. Itt volt Hollósi Frici a drága, aki a világ egyik legcsodálatosabb embere volt. Egyszer a lánya mesélte nekem, a Katika, hogy
valamit, nem tudom, piszkálta az apját valamiért, vagy így, aztán nagyon megbánta, és bocsánatot és kért tőle, és azt mondta neki a Frici, hogy Katikám, hát nem, csak nem képzeled, hogy én rád bármi miatt meg, tehát az apád vagyok. Hát hogy haragudhatnék el meg rád? Bármiért. Semmiért. És tényleg őt nem lehetett megbántani, nem lehetett megsérteni. Szóval, igen, Frici. Például ő? Például ő. Egyébként a nagy művész és a nagy színész között ez a különbség? Tehát a művésznek azt nevezzük, a nagy művészt, aki emberségből is jelesre vizsgázik? Hát ezt ugye a Pálos így, így mondta, de van benne valami, hogy egy nagy színész, ezt fölnézzünk, de azért, szóval egy nagy színész, az nagy színész, hát nincs mese. De valahogy a művész szó mégiscsak valami kicsivel többet jelent. Vagy nem jár tudom, egyfajta, jár, és egy, a felelősséggel, igen, valami nemesség, valami, igen. Ön olyan tekintetben, a saját értékrendje szerint, hol tart ezen az egyenesen? Tudom, ez nagyon nehéz kérdés. Talán a közepén. Nyilván rengeteg hibám van. Ezt a sértődöttséget igyekszem elkerülni. Tehát mindig ez az értett haragszom, nem ellened. Ez lebeg a szemem előtt, hogyha, mit tudom én, egy rendező az embernek még fiatalabb színész korában, vagy akár később is mondta, hogy ezt így nem, meg ott föl szoktak horgatni, és szóval, és akkor eszébe kerülse az embernek, hogy hát hiszen jót akar, azt akarja, hogy én is jobb legyek, az egész jobb legyen, és egyáltalán nem ellenem haragszik, hanem értem haragszik, hogy jobb legyek. De ezt hogy kell tudatosítani az embernek? Nagyon nehéz. Nehéz, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és bizony én nekem nagyon nehéz utam volt addig, amíg ezt megpróbáltam elérni. Öntudatos volt? Szóval én egy ilyen kis pökhendi, ki ha én nem. Igen, nagyon sokáig, nagyon-nagyon sokáig. Az önbizalom hiányból fakad? Sok színész mondja azt, hogy amikor ők hegykék voltak, vagy gőgösek, igen, akkor kicsit kompenzáltak. Valószínűleg. Ha én nem a kaposvári színházi társuláshoz csapódok akkor, amikor oda csapódtam, és nem ott nevelődök föl, akkor valószínűleg más ember lett volna belőlem. De ott egy olyan közösség volt, akik terelgettek, nem hagytak elmenni az erdőbe. És finoman, tehát nem erőszakkal, vagy csak példát mutatva, csak picit figyelmeztetve, csak... Szóval nagyon-nagyon-nagyon érdekes. És utólag döbbent rá az ember, hogy te jó Isten, hogy én milyen lehettem. Igen. Igen, szégyeltem is magam. Igen, sokszor. Vannak olyan jelenetek, amire egy visszagondolok. Hogyne. Mesél is egyet nekünk? Nem tudok felidézni, sok van, de nem tudok felidézni. De nem hiszem, hogy megbántott másokat, inkább az emberben saját maga. Remélem, hogy nem. Inkább csak mondom, ez a kiha, hát kiha én nem, szóval ez a fajta érzés, ez úgy túltengett bennem. És ugye mondja, hogy a sértődöttség ellen próbál tenni. Az is egy ilyen nagyon gyakori és elvetélt toposz, hogy például a színészek azért féltékenyek, hogy irigyek. Ez nem jellemző önre? Amit minden hiú emberre egyébként szokott módon... Ez igen. Egy kicsit el van túlozva ez a feltételezés a színészekről. Mert azért minden valamire való színész, még ha irigy is esetleg a másikra, amikor arról van szó, hogy az egész jó legyen, akkor beáll a sorba. De ahhoz az kell, hogy az egész produkció valami teljességet mutasson. Igen, akkor beáll a sorba. De szerepre, szerződése soha nem volt irigy? Amit úgy nagyon eljátszott volna, hát, vagy... Talán azért nem, mert mindent megadott az élet. Tehát nem volt mire irigynek lennem, mert mindent megkaptam, amit lehetett. De ezt nem utólag látja mindig az ember, hogy a végül is az egál megtörtént, de menet közben, sokszor van benne türelmetlenség, hiányérzet. Van, főleg fiatal színész korában az ember, persze, az miért nem én játszom.
egy-egyszer a szereposztás kitétel, ugye, amikor a próbatáblára kitették a szereposztást, még azelőtt ezek olyan titkok voltak, és akkor mindenki ott állt és olvasta, és akkor a hatalmas sírások, meg veszekedések, meg nem tudom mi. Ki tudnak borulni színészek, mikor meglátják a másik nevét? De mennyire. Ön is volt, hogy sírt? Talán sírni nem, de volt olyan, hogy ezt miért nem én játszom. Volt olyan. Aztán ugye eltelt egy kis idő, és már örültem neki, hogy nem én játszottam. De mondjuk, mikor egy színházban három Hamlet van, aki Hamletnek érzi magát, az, jaj, a Koltai Robinak van erre egy csodálatos mondás, amikor a Máté Gábor oda szerződött a Kaposvári Színházhoz, főiskoláról frissen, és hát Robinak eszméletlen humora van, és a Jordán Tamással ültek, és nézték, ahogy a Máté Gabi megy a pult felé, és a Robi odaszólt a Jordánnak, hogy te, ez főszereplő szakon végzett. Szóval ezeket úgy, igen. Azt lehet érezni, ugye? Lehet érezni. Ez főszereplő szakon végzett. Ezek a nagy színészek ugye rögtön megérzik a tehetséget a másikból. És akkor már egyenrangúk. Szóval nem úgy bánnak vele, mint egy fiatal színésszel, hanem mint a kollégával. De azt miből érzi meg a nagy színész? Rögtön, azt meg lehet érezni. A színész béli tehetséget érzi meg az ember, vagy az aurát? A színész persze. Hát ezt 3-4 mondatból meg lehet tudni. De ugye azt mondja, hogy nem olyan fontos ott középen állni, de azért jobb középen állni. Hát jobb középen állni, de annak is jó örülni, amikor egy kollégának úgy kifut. És egy igazán neki való szerepbe. Ön az a típus, aki szól is utána, vagy küld egy SMS-t, hogy én nagyon örülök a te bemutatódnak? Igen, az ember boldogan szól. És nagyon tudnak örülni. Például a klubrádióban hallgatok egy-egy beszélgetést, és akkor igenis, vagy írok neki egy SMS-t, vagy egy e-mailt, vagy csak ha látom, hogy hallottalak a szébe, és nagyon is jó volt. És nagyon tudnak neki örülni, és én szívből mondom, és igazán mondom. Még ön is tud örülni ennyi idő után, ha valaki hogyne, mondja? Hogyne. Ez nem kopik ki az emberből? Nem. Annak nagyon lehet örülni, hogyha egy kollega megdicséri az embert, az nagy szó. Válasszunk akkor egy igen? másik témát. Nevetni kell? Ennyi az egész? Innen jutott eszembe. Igen? Csak ha tovább írtam volna... Akkor egyértelmű lett volna. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy sokan, vagy legalábbis a fiatalabb korosztály, az mondjuk a munkaügyekből, igen. a táliából, vagy a keresztanyúból ismeri a művésznőt. Igen. Vagy a meseutó. Igen. Hogy amikor ilyen szórakoztató produkciókban vesz részt az ember, akkor egy színésznek le kell ásnia valami fajta mélyebb mondani való irányába, hogy megmagyarázza azt, hogy hát tulajdonképpen én ezt azért csinálom, mert itt is van egy karakter, vagy tulajdonképpen oda megy és profin szórakoztatni. Tudni kell a szakmát. Az ember, én egy jó iparos ember vagyok. Ha egy sima ebédlőasztalt rendelnek tőlem, akkor olyat csinálok. Ha valami antik, nem tudom mit, akkor meg azt csinálom. De ez nem minden színész. A veszélye főleg fiatalkorban megvan, ha mondjuk egy ilyen önmagában nem nagyon biztos, vagy kicsit is bizonytalan kollega bekerül egy ilyen sorozatba, vagy valamibe, akkor nagyon kell vigyázni, hogy ne kanászodjon el, hogy ne higgye el, hogy ezt szóval, hogy ezt mindig úgy kell csinálni. Igen. Hm. Tehát, hogy a komoly munkától ne tántorodjon el. Tehát, hogy itt más eszközök szükségeltetnek ahhoz, mint mondjuk egy színpadi tudni nagy... Nagyon kell tudni a szakmát. Nagyon kell tudni a szakmát. Itt arra gondol, hogy egy kamerába hogy kell nézni? Hát egyáltalán a színészet
életről tudni, hogy most hova, meddig lesz az, ebben a jelenetben én vagyok fontosabb, vagy a kollégám fontosabb, vagy mi az, amit nekem a másik alá kell adni, hogy robbanjon az a poén, vagy nem tudom. Tehát egyszerűen tudni kell a szakmát. Ennyi az egész az ilyen könnyedebb dolgokban. De nagyon kell tudni az szakmát, hihetetlen nagyon kell profinak tudni, kell lenni, nagyon aki kell ezt tudni, jól csinálja. Igen, már lélek kevesebb van benne, de ha jó kollégákkal kerül össze az ember, ebbe is megvan az öröm. Mert akikkel például soha nem találkoznék színpadon, olyanokkal tudok együtt játszani. Mondjuk a Táliával. Hát, adott esetben, vagy a keresztanyúban. A keresztanyúban például. Hát ott annyi olyan kollega van, akivel színpadon soha nem találkoztam, vagy nem, most már nem is fogok. De és ezek, ez csupa öröm. Ön nem az a típus művésznő, aki örül akkor is, amikor esik az eső, akkor is örül, amikor, tehát meg tudja látni mindennek a jó oldalát. Mert ebből például egy olyan jó filozófiát kerekített itt most, igen, hogy nem találkoztam volna velük színpadon, hát örülök ennek. Igen, most egynek nem tudok örülni, hogy korán sötétedik, megint tél lesz. Na, senki szerintem. Szóval ennek azért nem tudok örülni, de hát igen, lehet örülni annak az ember. Például a nappalimból, ha kinézek, van egy nagy ablak a terasz felé, vagy a, ne túlozzam el, erkély felé, és az udvarban van egy hatalmas gesztenyefa. És az úgy, ugye azt látja az ember tavasztól őszig, meg látja virágozni, aztán jönnek a gesztenyék, aztán ilyenkor össze gyönyörűek a levelek, meg ahogy hullik le, meg amikor bólogat, amikor ugye fúj a szél, vagy fényesednek a levelei, mikor esik az eső, és az valami olyan megnyugtató, és olyan állandóságot ad nekem, ha ülök az asztalnál, rejtvényt fejtek többnyire, mert ha ilyen üres órák vannak, amikor nem szabad nagyon elmélyedni, mert csak valami várakozás van, akkor többnyire rejtvényt fejtek. És akkor csak fölnézek, és ott a gesztenyefa. Úgy bele tud feledkezni. Igen, igen. Hogy akkor az jó van, akkor ez olyan állandó, ez úgy megvan. De azt meg kell tanulni az embernek, hogy megkeresse azokat a jelenségeit az életnek, aminek úgy örülni tud? Hát biztosan. Biztosan meg kell keresni, de sokszor ilyen egyszerű dolgok adják meg. Csak azt észre kell ám venni? Csak hát észre kell tudni venni, igen. De azt módszeresen kell észrevenni az embernek? Tehát át kell kattintani az agyát? Vagy ez egy születési adottság, hogy egész egyszerűen ürügy nélkül is tud örülni az életnek? Valószínűleg születési adottság. Nem biztos van, aki rá tudja nevelni magát rá, de én szerintem egyszerűen ez vagy adódik, vagy nem adódik. Ön inkább az utóbbi volt, egy ilyen szerencsésebb személyiség. Igen, én tudok ennek örülni. Az első hónak, mikor az ember, ha szerencséje van, és el tud menni nyaralni, mikor meglátom a tengert, szóval hát az... És ilyenkor eufórikus? Hát az csodálatos, az egészen csodálatos. Mikor először még, hát ugye régebben még levezettem egészen a tenger, ugye a jugoszláv tengerpartig, az Adriárig, a Makarska Rivierán van egy kis fürdőhely, és ott nagyon-nagyon sokszor nyaraltam. Csomos Mari barátnőmmel mentünk, ugye én vezettem, és akkor mentünk így először. És egyszer csak egy óriási hófehér sziklás hegy, és akkor ott a tenger. Hát én nem is tudom, hogy tartottam a kormányt, nem kaptunk levegőt a látványtól, olyan gyönyörű volt, és azt elkezdtünk hülyeskedni, hogy na, a díszítők vigyék innen ezt a hegyet, ez most nem kell, mert ez úgyse igaz. Szóval igen, az ilyen természeti jelenségeknek is nagyon lehet örülni, nagyon sok örömet, sok szépséget ad az embernek. De hát egy gyerek születése, vagy van két fantasztikus keresztfiam, most már mind a kettőnek van gyermeke, és ha például sajnálok
vagy mondjuk beszéltünk ugye a halálról, hogy az például fáj, igen, hogy például azokat már nem látom esetleg felnőni. Hogy az, hogy vajon mi lesz velük. És az ember úgy elképzeli, hogy fönt, jó, majd föntről lenézek, és ha jól megnézem, hogy mit csinálnak, de hát is a pores homó, hogy muk, úgyhogy. Nem biztos az. Nem? Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát nem tudom. Nem tudjuk. Hát vannak megmagyarázhatatlan jelek. Igen. Ezt megállapítottuk. Igen. Minden esetre jó elgondolni, hogy hát honnan egy felhőről úgy lenézek, és én látom férjhez menni a egyik keresztfiamnak a lányát, vagy megnősülni a másik keresztfiam fiát. Ők azok, akik úgy tulajdonképpen a családot jelentik ez idő szerint? Karácsonytáj, hát, igen, ünnepekkor, hétvégente? Igen, de van még unokatestvéreim, unokabátyám családja, unokabátyám pár évvel ezelőtt meghalt, de a családjával nagyon jóba vagyok, az özvegyével, meg két egy fia meg egy lánya van, az egyiknek van egy, a lányának van egy fia, a fiának van egy lánya, úgyhogy a karácsonyok most, úgy már a keresztgyerekeknek már családjuk van, és most áttevődtek ezek az ünnepek azért ide a másik család, tehát a unokatestvér családhoz. De ilyen értelemben nincs egyedül a művésznő ezeken a Nem. És hát ráadásul nagyon édes kisfia van az unokahúgomnak, a Tomi, aki egy csoda kölyök, most 5-4-es, aztán van két nagy kertes házuk van, és két gyönyörű kutyát tudnak tartani, egy labradort, meg egy farkas kutyát, akik ha oda megyek, akkor hát ugye tudják, hogy nem szabad fölugrani rám, de az egyik már rohan a labrador, és mint hogy kavicsa jön, viszem hozzá ajándékba a szájába nekem. És akkor bekísérnek, és akkor leülök, akkor az egyik lefekszik elém, a másik a hátam mögé, és gyakorlatilag nem mozdulnak onnan, amíg én föl nem állok. Úgyhogy hát ezek például őrületes örömeket jelentenek az életemben. Olyan igen. Szíderítően mesél róluk a művésznő. Igen. Hát ilyenből legyen sok, meg nagyon sokára legyen az a felhőről lenézés. Igen. Keressünk akkor egy másik témát. Na, keressünk még. Azt hittem, hogy már túl sokat beszél. Jaj, dehogy, ámulattal hallgattam. Na, Tracsparti. Arra gondoltam, igen? Aztán lehet, hogy rosszul, hogy szerintem a művésznő nem az a típus, akivel olyan könnyen lehet például fecsegni. Hát akárki-e válogatja. Mert azért, hát ugye van két csodálatos barátnőm, a Csomós Mari meg a Pogány Jutka, akikkel hát azért csak tudunk tracsolni. De azt úgy kell elkezdeni, leülnek, és akkor folyik, ömlik önökből a hát, szó? Hát ha találkozunk, igen. Ha találkozunk, akkor nagyon egymás szavába is tudunk vágni. De hát ezekhez ritkán jutok, mert az embernek erre nem nagyon van ideje. A munka miatt? Hát a munka miatt. A munka miatt, igen. Igen, szóval az már nagyon, nagyon régen nincs, hogy na most üljünk össze kicsit beszélgetni, mert mikor? De abból is indultam ki, lehet, hogy rosszul, igen? Hogy mintha ugye ön a felesleges beszédet. Ja, azt ezt a csocsogást, igen, azt igen. Annyira nem szeretné. Azt nem. Az időpocsékolás, vagy ilyen haszontalan időtöltés, vagy mi az a baj? Igen, inkább az zavar, hogy nem olyan hosszú az élet, hogy ilyesmikkel töltsük az időt. De néha meg jól esik, tehát egy jó szaftos kis pletykálkodás. Azért... De tud pletykálni tényleg? Hát persze, hát minden nő tud pletykálni. Meg minden nő szereti is egy kicsit a pletykát. Szerintem... Aztán jót nevettünk rajta. Hát. De két típus van, az egyik, aki kapja a híreket, igen, és tovább is adja, a másik, aki csak kapja, de nem adja tovább. Hát is. Jó mondani is. Ha valami is. Nagyon tetszik, akkor megválogatom, hogy kinek adom tovább, de tovább adom. De például önön gondjait, gondolatait, problémáit, azt nem az a típus, aki mondogatná? Azt nem. Egyrészt az ember nem terhel vele senkit, másrészt úgy gondolom, hogy ezt is látja, egy izénél olvastam, egy a Simon Signore nevű fantasztikus francia színésznőnél, hogy
csak a fizikai bajoktól mentsen meg az Isten, a lelkiekkel majd elbánok valahogy. És így gondolkozom én is valahogy. Hogy egyedül? Igen, a lelkiekkel majd én elbánok. Igen. Soha nem is volt olyan, hogy úgy szívesen elmondta volna valakinek, akár Csomós Marinak, akár Polgár Józsefnek. Az más, hogyha mi úgy elkottyantunk egymásnak valamit, de abban a tudatban, hogy úgyse tud a másik segíteni. Csak... És biztosan nem tud a másik? Nem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Csak az ember a saját hajánál fogva tudja kihúzni magát. Abban nem hiszem, hogy egy jó mondat, egy jó időben tett mondat, úgy átkattintja az ember agyát, és másfajta horizontot képes felvillantani. Nem igazán hiszek ebbe. Az ember vagy saját magát kibillenti egy, mondjuk egy ilyen depressziósabb valamiből, vagy alámerül és benne marad, de csak ő saját magát tudja megoldani szerintem. A hideg kiráz ezeketől a mai, hogy coach, meg mit tudom én, meg ezek a száj, hát én meg megőrülök, amikor az embert meg akarják váltani, és hogy majd ő segít, meg engedd el, meg nem, úgy, kérem. Szóval ezekkel hagyjanak engem békébe. De az lehet, hogy esetleg a művésznő egy olyan jó kidolgozott metodika alapján képes karbantartani a lelkét és a saját bajait, hogy valószínűleg ezért nem szorul rá, nem? Tehát végtelen erős asszony. Igen, biztos, hogy, szóval, hogy mondjam, nem ítélkezem azok fölött, akik segítséget kérnek, lelki segítséget kérnek, de én nem tenném soha, az biztos. Úgy általában véve is jellemző szerintem az ön életére az, hogy egyedül. Én megoldom. Igen. Nem nagyon kér segítséget. Mindig erre volt, a gyerekkorom óta erre voltam utalva, és így szerettem meg a dolgot. Az egyik téma az, de beszéljünk erről, ha már említette a gyerekkort. Azért azon gondolkodtam, ha van esetleg, aki nem tudná, hogy édesapját nem is ismerhette, elvitték. Igen. Málenki robotra, igen. És azért az önök anyagi helyzete, az mondjuk úgy, hogy elég viharvert volt sokáig. Mosókonyhában is laktak. Igen, olyan igen. Igazán nagy tulajdonuk az nem volt. Hát az nem, házunk sem, és nem volt soha. Anyám mindig bérelt valamit, vagy egy tanyán laktunk, vagy a falu legutolsó kis háza, egy ablakos ház, ami ugye az a falun az a legszegényebb ház, egy ablakos. És akkor például, mikor a mosókonyhában laktunk, az nagyon jó volt, mert ott egy idős nyugdíjas állatorvos házaspárnál, illetve hát a férfi valamikor állatorvos volt, és a feleségénél laktunk, ők ugye elől laktak a két szobába, és télen a mosókonyhából nekünk is be még volt egy harmadik úgynevezett kis szoba, oda be lehetett költöznünk. És hát a néni gyakran behívott magához, és rengeteg könyvük volt, és akkor én elkezdtem a Jókai sorozatot, a Mixer sorozatot, minden sorozatot, ami ott sorban volt, könyve mindent elolvastam. Tehát az a néninek borzasztóan tetszett, hogy anyám már végén beágyazta a könyvet, hogy ne találjam meg, mert állandóan könyvmaj olvastam. Volt. Igen, könyvmaj voltam. És a szegénység fájt vagy zavarta jobban, vagy nem az apa éreztem hiány? Én akkor az apa hiány? A szegénységet. Voltak felnőtt unoka testvéreim. Például ez az unoka bátyám, akinek a családjával ugye most jól vagyok. Ő egy kicsit olyan apa helyettes tudott lenni. Szóval néha úgy belegondoltam, hogy Istenem, milyen. De ha... Szóval olyan komolyan ez nem okozott problémát. Olyan komolyan nem okozott problémát. Sem a problémát. Szegénység, sem az apa hiány. A szegénységet nem is éreztem, mert valahogy anyám, amire úgy szükség, nem vágytunk, nem tudom milyen nagy dolgokra, és akkor az meg mindent enni tudtunk, tehát ruhám volt, az, hogy mit tudom én, két ruhám volt, és nem 10, felét érdekelte. Nem érdekli az ember? Nem. Még egy babám is volt.
Épp most találtam meg róla a fényképet, azt hittem, hogy már elveszett, és közben valaki valahol megtalálta. Egyetlen babám volt, ilyen papírból volt a feje, nem porcelánból, de zöld ruhája volt, és zöld kalapja fehér pöttyökkel. Azt nagyon, nagyon, nagyon imádtam. És most megvan a fotó is róla. Szóval, de tökéletesen elég volt nekem egy baba. Szóval nem. Iskolai kirándulásokra anyám mindig valahogy összespórolta a pénzt. Tehát én nem hiányoztam egyetlen iskolai kirándulásról sem. De vérrel, verejtékkel rengeteget dolgozott. Rengeteget, anyám rengeteget dolgozott. Rengeteget, rengeteget, igen, igen. Ha arra kérném, hogyha föl akarja idézni édesapját, akkor milyen képél róla? Ha becsukja a szemét, valakit lát? Hát ugye fotók maradtak róla, és rettenetesen hasonlítok rá. Tehát szinte egy az egybe. Nagyon nagy a hasonlóság. Annyira, hogy édesanyám elvitt egyszer Kelemérbe, ahol a Putneki Móricz gróf nyári kastélyánál apám csinálta a parkot, meg egy darabig ott laktak. Ő volt a kertész, főkertész. Főkertész, igen. És mentünk az utcán, és egyszer csak azt mondta valaki, nézd a Molnár Józsi lánya. Ennyire? Igen, annyira hasonlít. Ennyire hasonlítok rá. Igen. Van bármilyen tárgy róla, amit úgy őriz, amit úgy meg tud fogni? Egy fél csizma maradt utána, ami gyerekkoromban még megvolt, és ugye a spájzba lógott a plafonról, ilyen fekete lakcsizmaszerű. De az volt apuka. Igen. És már nincs meg a csizma. Hát annyit költöztem, kollégium, ide, hát az, hát hova hoztam volna. Ez úgy kicsit szomorú az ember így rá gondol, hogy ennyi marad valaki. Hát igen, sokszor. Igen. De itt minden megvan. Ott megvan. Igen. Na nézzünk még egy témát. Jaj, Istenem. Na mi legyen az? Ez lett a nevetni kellből? Igen, igen. Ez jó. Igen. Ez jó. Választhatom én, hogy legyen ne, egy... Hogyne. Egy ilyen lezáró történet. Az a honnan tudom, az egyik ilyen fogalom, amikor is azt mondta, hogy én pontosan tudom, hogy az életnek nincs semmi értelme, de annyira érdekes. Igen, ezt is olvastam. Ezt olvasta valaha? Ezt is olvastam valahol, nem tudom, hogy hol. De azt tudja, a művésznő úgy érzi, hogy nincs semmi értelme? Tudom, hát mi van? Hát hogy nem? Nincs? Nincs, de annyira érdekes. Hát miért? Ez tetszett, ez nagyon tetszett. Olvastam, de nagyon tetszett nekem. És valahogy így is. Hát miért keressünk értelmet? Szóval milyen értelmet keressünk? Nem tudom. Az ember... Nézze meg, most meghalt az osztás, szóval hogy mi marad utánunk? Meghalt az osztás Sanyi, erre megjelenik a Juhász Jácint fotója. Az egyik internetes. Mi marad? És ez nem borzasztó? Borzalmas. Egy fiatal újságíró nőnek mondom, hogy Audrey színpad, és leírja így, hogy Audrey Y-nak. Mint Audrey Hepburn. Mert az jelent neki valami. Igen. Hát... De az, hogy nincs semmi értelme, tehát boldognak lennünk, örömöt szerezni, örömöt adni, egyáltalán élvezni az életet. Igen, ilyen értelemben van, persze. Meg jó dolog élni. Érdekes és jó dolog élni. Ha értelmet keresünk, akkor az igen, hogy jó élni, jó embernek lenni, jó. Néha. Nem mindig? Biztos nem mindig. Például annyiszor eszembe jut, hogy az előttünk lévő nemzedékeknek mennyi háború kijutott meg, minden. És hogy itt vagyok már 76 évesen, és még nem éheztem, nem fáztam, nem lőttek rám, nem kellett menekülni, és megértem 76 évet. Tehát az előző anyámék, meg a nagyanyáméknak ennyi ideje nem volt békében. Ugyanúgy örömet tud okozni, ha kapok egy szál virágot valakitől, mit tudom én, csak akármivel gondol rám, vagy, tehát a kis dolgoknak, igen,
A köznapi dolgok igézete, ugye gyönyörűben Nyámi László vers. Sok idézetet tud nagyon. Hát sok verset tudok, és nagyon szeretem is a verseket, és nagyon sokat tudok így kívülről is, és hát ugye egy-egy sor megmarad az emberben. Nagyon sablonos, hogy hatásodász lenne, ha már ezt így említett, hogy azt mondom, hogy amihez így kedve van, így a beszélgetés végén, igen, ami eszébe jött erről a beszélgetésről, hogy egy szép verset nem mond nekünk most. Egy szép verset. Az életről, az életértelméről, igen, az érdekességéről, minek kell örülni. Például mostanában ezt a Benjamin verset sokat olvasgatom, és talán ide, de ehhez ki kellene keresni, mert nem, sajnos nem tudom kívülről. Benjamin László, a köznapi dolgok igézete. Meg is keressük. A Google-ban. Benjamin László, köznapi dolgok igézete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás nagy éjszakán az ezüst zuhogás, a hangtalan föld határaira lezúduló csillagniagara. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket, fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még sohasem soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Még nem mondtam el az évszakok futását, hogy mi kápráztató az uzmarás ág, jázmin virág a tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bodza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfütty, viharbőgése. Minden ámulásom az életen csügg, nem az elmúláson. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közügyé, önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszpoétikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek. Minden élet szolgálat, ez becses még. Törvényem sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker pilleszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább. S maszattá rondult ujjamon a himpor. Mind kinná torzul, ami nem lett kínból. Adj élet munkás férfikort, öregkort, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragjam, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragban. Megtiszteltetés volt, köszönöm szépen. Köszönöm.